nyilván egy idős nyugdíjas, az nem fog elmenni fejegyelmet, az csak hogy vegyen egy aspirint. Persze. Már több mint 20 éve üzemelteti kisboltját Szabó János Tivadaron. A 150 lelkes községben legtöbben az ő üzletéből szerzik be a mindennapokhoz szükséges élelmiszereket, háztartási cikkeket vagy a vény nélkül kapható gyógyszereket. Az üzletet nemrégiben teljesen felújították, a beruházáshoz 20,5 millió forint támogatást kapott a tulajdonos a Magyar Falu programban. Ebből van 4,5 millió forint eszközbeszerzése, tehát hűtők, szeletelőgép, stb. Mérlegek, illetve energetikai korszerűsítés, ezen belül nyilázárócsere, szigetelés, napellem, parkoló felújítása, illetve vizes blokk kialakítása. A Magyar Falu programot 2018-ban azzal a céllal hozta létre a miniszterelnökség, hogy a különböző közszolgáltatások fejlesztésével megállítsák a kis települések népességcsökkenését. Gyopáros Alpár Tivadaron arról beszélt, a támogatással kezdetben a települések közszolgáltatásait javították, majd 2021-től már a piaci szereplőket is támogatta az állam. Egyrészt elindult egy mikro- és kisvállalkozásokat, falusi mikro- és kisvállalkozásokat segítő programelem, amelynek a keretében már most 7000 olyan mikro- és kisvállalkozást tudtunk támogatni. Ilyen nagyjából 2-10 millió forint visszanemtérítendő támogatással, amelynek köszönhetően eszközöket fejleszthettek a vállalkozások, a telephelyüket, székhelyüket fejleszthették, vagy éppenséggel akár működési támogatást is kaphattak. És volt egy másik ilyen a piaci szolgáltatásokat megcélzó támogatási rendszerünk. Ez a kisboltok, hát mondjuk úgy, hogy szabad, a kisboltok megmentését célzó programunk, aminek a keretében 1450 magyarországi kistelepülésen működő kisbolt felújítását, és nem csak az épület felújítást, hanem az eszközök megújítását is sikerült elérnünk. A kormány biztos hozzátette, nem csak működő kisboltokat sikerült felújítani, a támogatás több mint 100 településen ahhoz is hozzájárult, hogy évek óta már bezárt üzletek nyissanak ki újra. Ráadásul a kisboltok bővíthették is kínálatukat és szolgáltatásaikat. Azért is örülök, amit ebben a kisboltban látunk, mert nem pusztán arról van szó, hogy alapvető fogyasztási cikkeket értékesítenek ezek az üzletek. Mi a pályázati kiírásban kifejezetten ösztönöztük a vállalkozásokat arra, hogy próbáljanak meg egy kicsit több lábon állni, hiszen ez a hosszú távú fenntarthatóságát segíti a vállalkozásnak, és az alapvető fogyasztási cikkeken, tehát az alapvető élelmiszereken, illetve tisztító, tisztálkodó szereken felül vállalhattak egyéb szolgáltatásokat is, ilyen például a közösségi térszolgáltatás, hogyha szabad így fogalmaznom, ez nem más jelent, mint az, hogyha eljövünk bevásárolni a boltba, akkor elhozzuk a kisgyereket magunkkal, ő kap egy fagyit, én veszek egy kávét, kitöltöm a lottószelvényemet, elolvasom az újságot, le tudok ülni, tudok találkozni a helyiekkel, meg tudjuk beszélni a világ dolgait, de egyéb más szolgáltatásokat is vállalhattak, postapartneri szolgáltatást éppenséggel, vagy vény nélkül kapható gyógyszerek értékesítését. Gyopáros Alpár elmondta, a jövő évi költségvetési törvény tartalmazza azokat a forrásokat, amelynek köszönhetően folytatódhat a Magyar Falu program. A miniszterelnökség a korábbi évekhez hasonlóan most is azt tervezi, hogy az önkormányzatok igényeinek megfelelően jövőre bővíti a fejlesztési lehetőségeket.